Jó estét kívánok! Önök a TV Ajka híradóját látják január 20-án pénteken. Nézzük legfontosabb híreinket röviden. Egyeztettek Ajkaváros kerékpárforgalmi hálózati tervéről. Az Ajkai Kórház több millió forintos adományt kapott a Regensburgi Kórháztól. Szövetségi látogatás az óriásoknál. Ajkaváros kerékpárforgalmi hálózati tervéről tartott egyeztetést az önkormányzat január 17-én a Városházán. A gépjárművek száma ugrásszerűen megemelkedett az utóbbi években Ajkán. Az utak kezdenek túlzsúfoltá válni, ezért új megoldásokat is keresni kell a parkoló és útépítések mellett. A kerékpáros beruházások megfelelő alternatívát nyújthatnak a lakosság számára. Ajkaváros önkormányzata fontosnak tartja a probléma megoldását, ezért egy olyan koncepciót készítettek el és mutattak be a hivatal munkatársai, aminek a segítségével a jövőben észszerűen és jól ütemezhetően valósulhatnak meg a település kerékpáros beruházásai környezetkímélő módon, az egészségtudatos életmódra és a rendszeres testmozgásra alapozva. Városunk kerékpárforgalmi hálózati tervéről Pávlic Péter közlekedési ügyintéző, valamint Tóth Gergely fejlesztési és stratégiai referens számolt be a rendőrség és a helyi kerékpáros civil szervezetek képviselőinek, bemutatva többek között a kerékpáros létesítmények kialakítási lehetőségeit, valamint a műszaki jellemzőket és alkalmazási eseteket is, hogy hol, mikor, mi valósítható meg. A koncepcióról bővebben mai magazin műsorunkban számolunk be önöknek. Riglayos Lajos országgyűlési képviselő jóvoltából az Ajkai Magyar Imre Kórház több millió forintos adományt kapott a Regensburgi Kórháztól, amely ma délelőtt érkezett meg az intézménybe. Sok más mellett két műtőasztallal, beteg hordágyakkal, szekrényekkel, bútorokkal, kórházi felszerelésekkel, kézi műszerekkel, sterilizálókkal, valamint kötszerekkel és textíliákkal gazdagodott a helyi egészségügyi létesítmény. Riglayostól megtudtuk, hogy a kapott felszerelésekre a németeknek már nincs szükségük, ezért ajánlották fel több magyar kórháznak, köztük az ajkainak is nem leselejtezésre váró eszközökről, hanem jó minőségű, még használható berendezésekről van szó. Ez nagy segítség az intézményeknek, hiszen ennyivel kevesebb felszerelést kell megvásárolniuk, számolt be az országgyűlési képviselő. A későbbiekben további felszerelések is érkezhetnek a Magyar Imre Kórházba, ugyanis a Regensburgi és az Ajkai Intézmény partnerkapcsolatot épít ki egymással. Látogatást tett tegnap az Ajkai Óriásoknál a Magyar Rékkoronv szövetség utánpótlás edzőket segítő szakembere Deri Lesson mentoredző utánpótlás fejlesztésért felelős kanadai szakember látogatott el az ajkai óriásokhoz, hogy megnézze az itt folyó munkát és javaslatokkal segítse az edzők munkáját. A Magyar Jégkorong Szövetség alkalmazásában álló trénert Schwarz Béla polgármester és egy kisebb delegáció fogadta a bányászpálya épületében. A kanadai Deri Lesson mentoredzőt Orgovány István, a fehérvári AV19 utánpótlásedzője edzője kísérte el a rendhagyó egésznapos találkozóra. Schwarz -Béla, a két jégkorongos szakembernek elmondta, hogy a város támogatja a sportágat, és szeretnék, ha minél nagyobb eredményeket érhetne el a klub. A polgármester arra is kitért, hogy Ajka egy sportos város, ugyanis a kézilabda, a labdarúgás, a vízilabda, a kosárlabda és a küzdősportok is jól megférnek egymás mellett. Sok a sportklub, de a lakosság igényli is ezeket a fejlesztéseket, amihez a kezdőlökést ugyan a kormánylátvány sport támogatása, TAO programja adja, de a helyi cégek is sokat tesznek a fejlesztések érdekében. Kiemelte, hogy sportkampusz épül, aminek az első megvalósuló eleme az új jégcsarnok lesz. A kanadai mentoredző örömmel fogadta a polgármester szavait, szerinte rendkívül jó, hogy ekkora figyelmet kap a sport a városban. Külön hangsúlyozta, hogy ritka az a település, ahol nem csak egy-két sporták tud érvényesülni, hanem párhuzamosan több is. A szakemberek az egész napos programot megtekintették és értékelték, kezdve a délelőtti óvodás oktatástól a délutáni U8-as, U10-es és U12-es edzésig. Megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a Löbeli kézilabdaklub. A Gárda az első bajnokiát február 18-án játsza majd. Férfi kézilabdázóink címvédőként nem tűzhettek más célt maguk elé, mint az aranyérem megszerzését az MB2-es bajnokságban. Ehhez jóton haladnak portamás tanítványai, ám a bajnokság akár csak tavaly, ezúttal is igen szoros. A lista vezető ajkaiakat két ponttal lemaradva követi a tarján, és négy ponttal a várpalota. A löbeliért teljesítménye azonban imponáló, tíz győzelem mellett mindössze egy vereséget gyűjtött, gólkülönbsége pedig több mint kétszer jobb, mint a második helyezetté. A csapat nem tervez nagyobb változásokat a téli szünetben, egyelőre annyit tudni, hogy Zsigmond Ádám nem ajkán folytatja a pályafutását. A KK Ajka női kézilabdázói is készülnek a tavaszi szezonra. Női kézilabdázóink néhány éve korszakváltást élnek meg. A rutinos, magasabb osztályban is szerepelt hölgyek helyét lassan fiatal lányok vették át, akiknek még szokniuk kell a felnőtt bajnokság iramát. A nyolc csapatos megyei pontvadászat negyedik helyén telelő ajkaiak célja, hogy a pozíciójukat megtartva a felsőházban maradjanak, és ott esetleg kiharcolják a bronzérmet. A Kristály Szuperligában játszó teke csapata az első három helyezett ellen kezdi meg a tavaszi szezont. A Szuperligába frissen feljutott tekések azzal a célral vágtak neki a bajnokságnak, hogy ezúttal nem csak sikerül megőrizni első osztályú tagságukat, hanem megnyugtató távolságra helyezkednek majd el a kieső pozícióktól. A kristálya pontvadászat téli szünetében három csapatot tudhat maga mögött, tehát nem kieső. Az ajkaiak abban nem reménykedhetnek, hogy a nemzetközileg is elismert, tárokkal teletűzdelt éllovasoktól pontot rabolnak, azonban a középmezőn csapatait meglephetik. Ami még ennél is fontosabb, hogy a mögöttük tanyázó egyesületeket legyőzzék, hiszen azzal megválthatják jegyüket a Superliga következő idényére is. Kedves nézőink, most pedig a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni a figyelmüket minden hétfőn 17 órától foglalkozást tartanak a Bányász Közösségi Házban. Gyermekeknek tart Farsangi Bált, a Csinger Völgyért Egyesület január 21-én szombaton 14 órától a Csingeri Közösségi Házban. A jelmezes felvonulás után társasjátékkal, körjátékkal töltik a délutánt. Az Egyesület tagjai megvendégelik a farsangolókat. A Bringajka Kerékpáros Sportegyesület szervezésében Készülj tudatosan címmel Szőlősi István előadást tart állóképességi sportolóknak edzéselméletről, teljesítménydiagnosztikáról, felkészülési időszakról. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt január 21-én szombaton, 15 órai kezdettel a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpontban. Január 21-én szombaton este Ajka is csatlakozik a második alkalommal megrendezésre kerülő jégpályák éjszakája elnevezésű eseményhez. A belépőjegyek ebből az alkalomból féláron kaphatóak 18 órától egy meleg tea a kíséretében. Január 22-én vasárnap 17 órától emlékeznek meg az Ajka rendeki régenbógen Német Nemzetiségi Művelődési Házban a Magyar Kultúra Napjáról a Hársfa Együttes közreműködésével. Január 23-án hétfőn 16 órakor Bródi Imre születésének 125. évfordulója tiszteletére tart előadást Takács Tamás, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vezető főtanácsosa Bródi 125, a Világításról mai címmel címen a Városi Múzeumban. Január 23-án hétfőn 10 éves születésnapját ünnepli az Ajkarendeki Művelődési Házban a Baba Mama Klub. Csóka Nándorné, Mucinéni Kuckója minden hétfőn 10 órától 12 óráig várja a kisgyerekeket, anyukákat és a nagymamákat. Ingyenes vércukor és vérnyomásmérés lesz a Bányász Közösségi Házban. Január 23-án hétfőn 10 órától Mező Jánosné egészségügyi szakember segítségével, valamint ezentúl minden hónap harmadik hetének hétfőjén. A házassággondozó foglalkozások következő előadása január 27-én pénteken 18 óra 30-kor lesz a Református Egyház Ajkai Gyülekezeti Termében. Mit tegyünk, hogy hallgassanak ránk gyermekeink cimmel? Előadók dr. Jánbor Imre és dr. Jánbor Imréné, dr. Barancsi Márta. Minden érdeklődőt szeretettel várnak kortól és családi állapottól függetlenül. Január 28-án szombaton az ifi természetjárók 12 kilométeres nyílt gyalogos túrára várják a kirándulni vágyókat. Az úticél a Széki tó és környéke. Érdeklődni lehet Ozorai Sándornál a 0670 270 32 es telefonszámon. Mai híradónk végén megköszönöm figyelmüket. Műsorainkat az interneten is megtekinthetik, és bármikor visszanézhetik Youtube csatornánkon. Időjárás jelentéssel búcsúzunk. Viszontlátásra! Szombaton a napsütés mellett időnként megvastagszik a fátyol felhőzet, de csapadék nem alakul ki. Foltokban tartósan megmaradhat a reggeli köd. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke -8 -1 fok között alakul. Vasárnap erősen megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű. Változó irányú szél lesz. Kora délután -6 -1 fok várható.